Hivatalosan is megkezdte munkáját az új önkormányzati ciklus szekszárdi közgyűlése. A képviselők elfogadták a város szervezeti és működési szabályzatát, továbbá 6 hónapban állapították meg azt az időt, amíg a vármegye székhelynek konkrét gazdasági programmal kell előállnia, az ezzel kapcsolatos egyeztetések már folyamatban vannak. Ezt követően alpolgármestert választottak, egyből 2 is. Szekszárd főállású alpolgármestere Máté Péter, társadalmi megbízatású alpolgármestere Fusz György lesz. Gratulálok és jó munkát kívánok a ciklusra. Tudjuk, ha körülnézünk városukban, hogy mennyi olyan feladat vár ránk, órákig sorolhatnánk az utak, járdák, a közterületek állapotát, a hiányzó, de remélhetőleg jövőre talán megvalósuló úszoda beruházást, az intézmények, a közösségeink megújulását és azt a fajta együttműködést, amelyben mi hiszünk. A polgármester szerint a következő néhány hónap elsősorban a tervezésről, a komoly problémák feltérképezéséről és egy racionális működés felállításáról fog szólni. Máté Péternek alpolgármesterként legfőképp város üzemeltetési feladatai lesznek. Úgy gondolom, hogy nem csak a nagy pénzzel járó dolgokat kell megcsinálni, mert nagy pénzünk sajnos még nincs, reméljük, hogy lesz, de egyelőre nincs, hanem a kisebb pénzzel járó odafigyeléssel, észszerűséggel, és ezt a dolgot fogom figyelni. Tudom, hogy hol kell javítani, miket kell megcsinálni. Most például itt van az őszi kátyúzás, nagyon sok helyen le kell vonni kigyűrölt aszfaltot, ez pillanatnyilag tűzoltás, de ezeket is meg kell csinálni. Azon kívül szeretnénk fákat ültetni azokra a helyekre, ahol a burkolatban megvan a helye, és régi tuskok voltak, azokra helyeket szeretnénk pótolni. Ez most beszerzése folyamatban van. Fusz György alpolgármesteri munkája számos területet fog érinteni. Én el tudom képzelni, hogy itt a város az olyan területeken is elinduljon, hogy a digitális város például, ami már mindenhol tulajdonképpen előtérbe kerülhet, olyan az ökováros rész, vagy ennek az egésznek a szemlélete, de itt az elektromos buszoktól kezdve nagyon sok minden van, tehát minden összefügg a mindennel, tehát a gazdasági terület ugyanúgy a kulturális területtel. Én úgy gondolom, hogy sokkal több program kellene Szekszárdnak, sokkal több olyan, ami vonza mondjuk a turisztikai attrakcióval, ami vonza az embereket. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot Szollár Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Városmarketing Bizottságot Koller Tamás, az Ifjúsági, Sport és Köznevelési Bizottságot Böröc Máté, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot pedig Réczi Félegyházi Gyöngyvér vezetik majd. Mindegyik bizottságban helyet kaptak ellenzéki politikusok is.